Köszönöm szépen, főpolgármester úr. Hát a kampányban az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó és a szokásos pártpolitikai szimpátia vonalakon messze-messze átívelő kérdés a BKK rendészet létrehozásának javaslata volt, amit abból az inspirációból kiindulva tettem, hogy 2014-ben a BKK vezérigazgatójaként még Tarlós István főpolgármestersége idején elindítottuk kísérleti jelleggel azt a rendszert, hogy önkormányzati rendészek, közterületfelügyelők és a BKK közösen működtessen egy olyan kivonuló szolgálatot, ahol a hálózati forgalomirányítókban, tehát ezekben a zavarelhárító járművekben vannak közterületfelügyelők, így hogyha bármelyik járművön rendbontás vagy az utazási feltételek be nem tartása történik, de egyébként ha egy beparkolás van a trolli előtt, nem is csak ilyen típusú problémákról lehet szó, akkor a BKK kivonuló egységei és az egyébként a főváros rendelkezésre álló rendészeti hatósági jogkörök tudnak szimbiózisba kerülni és gyors eredményeket elérni. A BKK üzletszabályzata nagyon régóta változatlan, azt mondja, hogy kizárható az utazásból az a személy, aki ittas vagy bódult, magatehetetlen vagy kísérők nélkül nem képes utazni, botrányosan viselkedik, magatartásával vagy a tevékenységével zavarja a többi utast, a saját utastársai épségét, ruházatával beszennyezheti a járművet vagy az utastársait, és így tovább. Azt gondolom, hogy ezeknek az utazási feltételeknek ma nincs, aki kellő eréllyel érvényt szerezzen. A különböző civil, magánbiztonsági őrök nem bírnak erre sokszor megfelelő hatósági felhatalmazással, és nincs is belőlük elég. A jegyellenőrök végképp nem bírnak ilyen típusú felhatalmazással. Tehát az, hogy legyen erre egy célzott önkormányzati rendészeti egység a Fölén belül a BKK rendészet néven, ahogy az előterjesztésem tartalmazza, ezen változtatni tud. Javaslatot tettem arra is, hogy a BKK működésén belül is igazítsuk hozzá a diszpécser központ működését, a járatok nyomon követését és az utasok által tehető bejelentéseket, például az applikációba, csetüzenetbe, ez működik sok helyen, Stockholmba talán a legjobban, és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is. Az utasok, hogyha nem érzik magukat biztonságban, azt látják, hogy valaki nem tartja be az utazási szabályokat, vagy akár más szabályokat megsért, akkor ezt jelezni tudják, és fel tudjanak lépni a BKK rendészek ebben a helyzetben. Nyilván ettől még a kivonuló részen kívül járőrözni is lehet így, és azt gondolom, hogy így valójában a Budapest család előterjesztés szellemében beszervezni, inszorszolni is lehet magánbiztonsági szolgálatok által ellátott feladatokat a BKK járművein és önkormányzati rendésszel pótolni. Főpolgármester úr ugye szó szerint elküldött a fenébe, ezért a javaslatomért a kampányban arra különböző szociális szempontok hivatkozva, ez nem egy hajléktalan ellenes javaslat, hanem egy utasbarát javaslat. Azt gondolom, és le is írtam az előterjesztésbe, hogy a szociális ellátórendszerben mindenkinek meg kell adni azt a segítséget, amire szüksége van, de ahogy egyébként a főváros más intézményeiben, a könyvtárakban vagy a artmozikban se tűrjük azt meg, hogy valaki az ottani együttélési feltételeket be nem tartva vegyen részt és legyen ott, ezt a közszolgáltatásként működő közösségi közlekedés járműparkja és állomásai esetében sem javaslom, hogy megtegyük. Főpolgármester úr két módosító indítványt is benyújtott, ebből a másodikat gondolom, hogy fenntartja, vagy hát az látszik, hogy egy módosított verzió. Én azt az utolsó, harmadik pont kivételével be tudom fogadni. A harmadik pontban egyébként nem igazán fontos vita van köztünk, hogy gondolom a BKK, nem személyesen főpolgármester úr nem érte egyet a csetüzenetek bevezetésére. Ez egy tényleg az angolszász világban is, Észak-Európában is jól működő dolog, hiszen nem, azért nem poénkodnám el, tehát azt gondolom, hogy sok olyan helyzet lehet, ahol az ember nem akar telefonálni, de nem érzi magát biztonságban, de a telefonját elővenni még meri, és egy chatbe megmeri írni, hogy valami van, itt vagyok, küld egy helyet, és akkor a hatóságok erről értesülnek. Ez akár a brit közlekedési rendészet, akár a svéd, norvég esetben ez egy bevett dolog. Én javaslom, hogy az egyébként kiváló Budapest Go alkalmazásnak a további fejlesztésével ezt tegyük lehetővé. Ezért nem tudom befogadni a harmadik módosító pontját főpolgármester úrnak. A többit igen, és köszönöm, hogy a kampányban megvolt vitáink ellenére végül ezzel a módosító javaslattal a BKK rendészet terve mögé állt. Köszönöm szépen!